Folytatjuk a műsorunkat, Cseszkó Tamás vagyok, és hát napok óta az egész országot lázban tartja Kenderesi Tamás úszónknak az ügye, aki ugye annak ellenére, hogy óriásit úszott és nagyon komoly sporteredményt ért el, egy szexuális zaklatási ügybe keveredett Dél-Koreában. Most már kifizette a pénzbüntetést, elengedték az országból, de komoly napokon van túl, talán ez a legjobb kifejezésre. Dr. Piros Júlia jogásszal fogunk beszélgetni, aki elsősorban büntető ügyekkel foglalkozik. Vele értékeljük az eseményeket, és itt is van a vonalban. Szerbusz, köszönjük, hogy fogadtad a hívásunkat. Nagyon szépen, és üdvözlöm a kedves hallgatókat. Talán akkor kezdjük ott, hogy ugye azt már lehet tudni, hogy itt a szexuális zaklatás vágya az az, hogy Kenderesi Tamás a mosdóból kijöve hozzáért egy dél-koreai hölgyhöz. Országonként eltérő a szexuális zaklatásnak a fogalma, hogy mikor nevezik azt egyáltalán annak, és mondjuk ez Magyarországon is a szexuális zaklatás kategóriájába tartozott volna? Igen, a kérdés ez nagyon jó. Én őszintén nem foglalkozom annyira nemzetközi joggal, tehát nem tudom pontosan, hogy máshol ezt hogyan kategorizálják. Az biztos, hogy vannak nemzetközi egyezmények, amikben azért ezek le vannak foglalva, szabályozva, de hogyha a magyar jogot nézzük, akkor abban speciálisan azt láthatjuk, hogy nem is szerepel egyébként ilyen kategória, hogy szexuális zaklatás. Tehát ez nem egy büntetőjogi tényállás itthon. Ezt egy másik bűncselekmény kategória alá lehet besorolni inkább. Régebben ezt egy ilyen tettet, ahol mondjuk nem ment el a szexuális kényszerítés vagy szexuális erőszak irányába egy cselekmény, azt a tettleges becsületsértés kategóriáján belül lehetett feljelenteni. Ez mondjuk tényleg egy nőnek ruhán keresztüli fogdosása, hogyha ezt mondhatjuk. Ez most érdekes, hogy ugye ez az úszó azzal védekezett, hogy csak hozzáér, de szerintem, ha ez így lett volna, akkor nem fizetett volna semmit. Tehát úgymond védőjogi szempontból én azt mondom, hogy ez egy jó védekezés, hogy hú, egy zsúfolt szórakozó helyen véletlenül hozzáért. De valószínűleg, hogy itt ennél többről volt szó. Hát akkor. Meg arról is szóltak azért a híradások, hogy felvétel is volt, tehát volt egyéb bizonyíték is a sértetnek a vallomásán kívül, úgyhogy összességében szerintem, amit állít a hölgy, az én úgy gondolom, hogy megtörtént, ettől függetlenül lehet úgy védekezni, hogy hát sikerülhet ebből büntetlenül kijönni, de hát ha ő meg önként megfizetett valamiféle jóvátételt, akkor... Hát ugye elvileg a hírek szerint egyébként az ügyészség döntött úgy, hogy akkor büntetést kell fizetnie méghozzá határozatban, tehát nekem egy kicsit úgy tűnik, bár ugye a részleteket nem tudjuk, hogy ez nem egy peren kívüli megegyezés volt. Hát ugye ott sem vagyok teljesen tisztában, hogy milyenek a büntetőeljárási lehetőségek, de nálunk is vannak olyan eljárások, amik nem kell, hogy eljussanak bírói szakba, hanem megegyezhet ugye az akkor még gyanúsított helyzetben lévő terhelt az ügyészséggel, tehát megegyezhet a sértettel, hogy neki elég tételt ad, és akkor el sem jut mondjuk egy vádemelésig az eljárás, és lehet, hogy ez esetben is ez történt, hogy ez az összeg, ez egy olyan összeg volt, amit ő ott kifizetett, ami a hölgynek a sérelmét úgy érezte, hogy ez kellően fedezi, és akkor így minél hamarabb hazaérhetett. De másrészt meg még az az érdekes, hogy ugye nekünk itthon nincsen ilyen konkrétan, hogy szexuális zaklatás, nem ugye korábban becsületsértésnek nevezhető volt, ha ilyen történt, de azóta viszont az újabb törvényben meg már a személyremsértés kategóriáján belül szabályozzák, ami az alap személyremsértés viszont megint nem ezt jelenti, hanem ott ugye ez a mutogatós. Igen, tehát pont a másik oldal mutogatja önmagát, és nem. Igen, és ezen a tényálláson belül kapott szabályozást a hármas bekezdésen belül, hogyha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, akkor aki mással szemben olyan személyre nem sértő magatartást tanúsít, ami a sértett emberi méltóságát sérti, akkor az ide tartoznak minden ilyen ehhez hasonló
Ez egyébként Magyarországon milyen büntetési tételnek számít? Hát igen, ez mindössze vétségnek számít, ez ugye a 2 éve meg nem haladó szabadságvesztés. Magyarul tényleges szabadságvesztésre ebben az esetben nem ítélnek senkit? Hát első vétségnél biztos, hogy nem. Tehát ez a pénzbüntetés az mondjuk reális egy ilyennél is, de lehet enyhébb is. Tehát hogyha annyira mondjuk tényleg felfújt volt az ügy, vagy kétséges, hogy mennyire volt ez szándékos, stb., akkor ezt akár egy intézkedéssel is megúszhatja egyébként. Igaz is lehet, hogy pénzbüntetés nélkül is, tehát egy próbára bocsátással, esetleg egy megrovással, ha jó az ügyvédje. Igen. Szerintem mondjuk van felvétel. Tehát mindenképpen egy vétségbeli kategória, és akkor ugye azért mondja úgy a törvény is, hogy ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, tehát ha például úgy kezdődik, hogy először csinál valaki egy ilyet, mint amiről itt is a hírekből hallunk, és utána még egyéb más dolgokra is próbálja kényszeríteni, vagy erőszakot alkalmaz, stb., akkor meg már természetesen a komolyabb tényállásba fog ez beolvadni, és azt szerint fogják elítélni, tehát ott úgymond ez a kezdetleges tett, ez már nem is lesz lényeges. Véletlenül sem szeretnék az áldozat hibáztatás kategóriájába esni, de hogy ugye ez egy szórakozó helyen történt ráadásul, ahol általános dolog az, hogy az emberek táncolnak, meg egymáshoz érnek, meg flörtölnek egymással. Nyilván ez a mi értékrendünknek, nem, meg ízlésünknek nem éppen tetszik. Tudom, maga a kérdés, hogy ott, ami táncos nő volt. Tehát igen, aztán cáfolták, hogy végül is nem táncos nő volt, de hogy alapvetően egy szó, tehát mondjuk, ha van egy ilyen tárgyalás, akkor az enyhítő körülmény lehet, hogy egy olyan környezetben történt az incidens, ahol egyébként ez sajnos teljesen elfogadott. Hát ez egy jó kérdés. Ugye eleve azt is nézni kell ezeknél a vétségeknél, ezeknél a bűncselekményeknél, hogy ezek alapból, hivatalból nem is üldözendő, hanem csak magánindítványra. Tehát pont azért, hogyha azt mondom, a magyar szórakozó helyen egy híres úszó egy hiát elkövet, akkor én nem hittem, hogy ebből bármilyen ügy is történne, de nem ismerem annyira a dél-koreai kultúrát, lehet, hogy ott tényleg ezt komolyabban is veszik, és ott eleve mások az ilyen társas kapcsolatok, akár egy szórakozó helyen is, tehát azt is érdemes figyelembe venni, hogyha valaki külföldre megy. Igen, egyébként az, hogy külföldön történt ez az incidens, az mennyire nehezítette meg Kenderesi Tamás dolgát? Hát gondolom én nem ügyvédek gyűrűjében ment el az úszó VB-re. Hát igen, de azért szerintem ilyenkor főleg, hogy így a csapattal együtt ment, stb. Szerintem hamar tudtak neki találni védőt. Viszont a másik érdekes dolog, hogy az, hogy ő ott kint csinált mondjuk egy bűncselekményt, hogy annak van-e itthon vonzata, szerintem az még egy érdekes kérdés. És lehet egyébként, tehát van olyan, amikor itthon is... És azt kell, hogy egy magyar állampolgár külföldön elkövet egy olyan cselekményt, ami a magyar törvény szerint bűncselekmény, akkor természetesen rá a magyar törvényt ugyanúgy kell alkalmazni, illetve akkor is, hogyha a kinti hely szerint is bűncselekmény, és a magyar törvény szerint is, akkor akár kint is lefolytathatják vele, de Magyarországon is. Viszont pont ebben az esetben, ami a Kenderesének a magatartására vonatkozik a BTK-ban, ott mivel, hogy magánindítványra büntethető csak, ezért, hogyha a hölgy nem tesz Magyarországon feljelentést, akkor vele szemben itthon semmit nem fognak, semmilyen eljárást nem fognak elindítani. Ugye ilyenkor felmerül a kérdés, hogy egyáltalán melyik a jobb, meg hogy egyáltalán, ha mondjuk most én jól értelmezem, akkor a dél-koreai ügyészség valami fajta ítéletet hozott. Tehát, hogy egyszerre ilyenkor mondjuk előfordulhat az, hogy ott is, és mondjuk ha a dél-koreai hölgy Magyarországon feljelentést tenne, akkor egyszerre elítélik ott is, itt is, és mindenhol fizet? Vagy hogy kell ezt elképzelni? Nem lehet, ugye az ítél dolog a részvizik általában szerint, tehát egy cselekményért csak egyszer lehet valakit elítélni, viszont őt ott kint valószínűleg nem ítélték el, hanem szerintem inkább megegyezett a sértéssel és az ügyészséggel, és akkor azt is nézni kell, lehet, hogy a hölgynek nem volt ott érdeke, hogy ezt különösebben
forszírozza, de hogyha ő úgy döntött volna, hogy ott kint nem tesz semmilyen lépés, de viszont a magyar hatóságok előtt feljelenti, akkor nyugodtan itthon ezt lefolytathatták volna ezt az eljárást. De hát nem tudom, hogy ott kint igazából befejeződött-e bármi is. Bár nyilván, hogyha hazautazhatott, igen, akkor már annyira nem erős. A másik, ami eszembe jutott, hogy azért a dél-koreai igazságszolgáltatás, most függetlenül attól, hogy ebben a konkrét történetben kinek van igaza, de egész hatékonyan működik. Valakit zaklattak, és azonnal foganatosították azokat az intézkedéseket, amelynek kapcsán legalább a zaklatott hölgy védelmet élvezhet. Ha mondjuk Magyarországon történik ilyen, és mondjuk valaki elmegy feljelentést tenni, akkor ott is kellő hatékonysággal reagál erre az igazságszolgáltatás? Ugyanis sokszor lehetett olyat hallani, hogy valaki megtette a feljelentést ilyen sztorikban, és még utána hónapokkal később is szabadlábon volt az elkövető, vagy ugyanúgy szembe jött vele másnap az utcán, vagy egyébek. Igen, én inkább ilyet látok a gyakorlatban. Tehát lehet, hogy vannak kiemelt ügyek, ami valamilyen érdekek szempontjából most előtérben van, akkor ott azonnal lecsapnak, vagy annyi bizonyíték áll azonnal rendelkezésre, meg mondjuk az is más a tettenérés esetei, ahol természetesen szinte azonnal tudnak intézkedni, de amikor csak valaki elmegy egy feljelentést megtenni, hogy vele ez és ez történt, akkor én hát konkrét esetben tavaly nyáron egy hölgyel mentem, feljelentést tettünk, akit prostitúcióra kényszerítettek külföldön, és az ő ügyében, úgyhogy közben folyamatosan vittünk be tényleges bizonyítékokat, tehát nem csak az volt, hogy ő elmondta, hogy vele mi történt, sőt még olyat is, hogy onnantól, hogy feljelentette ő az elkövetőt, utána még ez a hölgy megtudta, hogy másokat is ilyen munkára kényszerített és vitt ki külföldre, és erről is vittünk bizonyítékot, és ehhez képest idén tavasz vége felé került sor a előzetes letartóztatására ennek a személynek, és ugye a hölgy meg a családja az folyamatosan hívogatott engem, mint védőt, hogy mi történik, hogy ők ugye elégtételt akartak volna kapni, legalább látva, hogy az elkövetőnek utána mennek, és én is azért folyamatosan hívogattam a nyomozóhatóságokat, és akkor volt olyan, hogy hivatkoztak arra, hogy most éppen egy másik ügybe mennek ki 15 helyre letartóztatásra, és az országos hírű, és ezért most ez tolódik ez az ügy, meg ő még akar 100%-ra biztos lenni, hogy utána már ne tudjon semmilyen ürüggyel, ugye egy jó ügyvéddel szabadulni ez az elkövető. Tehát mindenféle hivatkoztak, de közel egy évbe telt a konkrét feljelentést követően, miközben a hölgy állította, hogy fél retteg, nem mer az utcára menni a környéken, nehogy még egyszer őt megtalálja, meg fenyegetve van a kislánya keresztül, szóval ilyenek. Igen, ez egészen félelmetesen hangzik. És egyébként a másik, ami eszembe jutott, hogy a feljelentést követően van-e arra szabály, hogy mondjuk mennyi időn belül kell megkezdeni a rendőrségi kihallgatást, mert már sokszor egy rendőrségi kihallgatás is visszatartó erővel bír. Hát igen, de igazából a rendőrségnek nincsen erre ilyen kötelezettsége. Az is lehet, hogy valaki feljelentést tesz, és mondjuk egy év múlva indul el egyáltalán a tényleges eljárás? Hát elméletileg ugye azonnal, tehát elméletileg, de a gyakorlatban ezt nekünk nem kötik az orrunk, hanem nem is látunk bele, hogy ott milyen gyorsan intézkednek, mire hivatkoznak, hogy ők milyen információkat kell előre beszerezniük, hogy nyilvántartásokból lekérniük adatokat az illetőre vonatkozóan, vagy tehát, hogy összességében a nyomozásnak a konkrét menetét nagyjából utólag tudhatja csak meg a sértett is, amikor már befejezetté válik a nyomozás, és akkor iratismertés során, de vagy addig, hogy, és egyébként a kettő között mennyi időt, tehát arra van jogszabály, hogy hány hónaponta kell meghosszabbítani, hogyha nem tudják annyi idő alatt befejezni a nyomozásokat, de hogy közte mit csinálnak, és lehet, hogy két hétig semmi nem történik, vagy két hónapig, és csak utána hoznak egy újabb végzést, hogy megint meghosszabbították, erre igazából külső ráhatással nem nagyon lehet lenni. Izgalmasak talán ezek a leghúsba vágóbb kérdések. Dr. Piros Júlia, köszönjük szépen!